Sokféle kikapcsolódási és kulturális programot nyújt idén is az esemény. Erről Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója beszélt. Hagyománya van a városnak több évtizedes, talán úgy mondhatom, hogy ilyenkor ünnepeljük a városnapját. Egy korabeli Zsigmond korából származó írásos dokumentum alapján éppen 600 évvel ezelőtt már városként említi a dokumentum Tolna városát. Úgyhogy ehhez köthető a városnapja rendezvény, ezért tartjuk mindig május végén, május 25-éhez legközelebb eső hétvégéjén. Ez most pont szombati napra esik, ami külön öröm számunkra. Szóval ennek a 600 éves évfordulónak a megünneplésére egy rendezvénysorozattal készültünk, ami szerdai napon egy kiállítással kezdődik, majd pénteken és szombaton kulturális produkciók is lesznek a Hősök terén, valamint szombaton tartjuk a szokásos ünnepi testületi ülést, amelynek keretében a város kitüntetése díjak átadására kerül sor, és tavaly már megrendeztük sok éves kihagyás után az elszármazottak találkozóját, ebben az évben is meghirdettük, úgyhogy az még szombat délelőtre marad. A pénteki napra egy latin fiesztát terveztünk, reméljük, hogy az égiek is velünk lesznek, és akkor jó idő lesz hozzá. Estefele délután egy pécsi fúvószenekar fog fellépni latin muzsikával, majd ezt követően Csordás Tibor és zenekara fog a színpadra állni, őt lehet ismerni a korábbi Fiesta együttesből, majd ezt követően szambatáncosok szórakoztatják a közönséget, és a végén pedig egy retro diszkóval zárjuk az estét. Akkor szombaton ugye a délelőtti programot, ezt már elmondtam, hogy ünnepi testületi ülés elszármazottak találkozója, és akkor délután pedig sok nemzetiségi a városunk, és ezért egy ilyen nemzetiségi programot találtunk ki, ahol megjelennek a németek, a svábság is, az iskolák részéről, óvodák, iskolák, tánc együttesei, vagy iskolai csoportok fognak fellépni, óvodai csoportok fognak fellépni, majd székelymese mondót várunk. A Fusz János Zeneiskola az idén megmérette magát, ez minden évben meg szokott történni, és rangos díjban részesültek, úgyhogy őt is hallhatja majd a közönség. A Bogyiszlói iskolában van mindig, minden évben egy szakkör, és szakkör keretében a Mihálovics Zsolt, a zenekar vezetője el fogja hozni a diákokat is, ők is színpadra fognak állni, és az est sztár fellépője pedig Radics Gigi lesz. Május 24-én pedig a felújított Szent Háromság szobor áldására is várnak szeretettel minden érdeklődőt a Szent Háromság téren. Valamint ha akadna olyan, akinek a számos koncert és fellépő nem elégítené ki az igényeit, azoknak kísérő programokkal is készülnek. Tavaly volt először a piac téren lesz egy vidámpark, nagyon nagy sikere volt neki tavaly, lesz arcfestés, különösebben gyerekprogramokkal nem készülünk most, mert lesz külön gyereknapunk majd, és hát lesznek különböző árusok, hogy akik italt, ételt kínálnak, hogy teljes legyen a közönségnek a kiszolgálása. Korábbi években úgy szokott összeállni a program, hogy egy pénteki kiállítás megnyitóval, majd szombaton volt a városnapi program. Most ugye előre hoztuk szerdára a kiállítás megnyitót, és pénteken és szombaton van program. Úgyhogy egy nappal kibővült. Hát ez köszönhető annak, hogy az önkormányzattól kaptunk támogatást, amit nagyon-nagyon jó szívvel fogadtunk, így nyilvánvalóan nagyobb keret állt rendelkezésre, hogy meg tudjuk szervezni a programot, és hát szponzort is sikerült szereznünk, az MVM támogatja a városnapi rendezvényünket.